A megbocsátás nem jelent felejtést. Nem jelenti azt, hogy eljátsszuk, nem történt semmi. A megbocsátás szeretetet jelent. Szeretni valakit, annak ellenére, hogy vétkezett. Bármi is volt a vétke. 2019-ben Ján Komasa elkészítette a Corpus Christi című filmet. Egy Isten háta mögötti lengyel kisvárosba új fiatal pap érkezik, aki a felzaklatott lelkű városlakóknak békét és megbocsátást hoz. Milyen szép is lenne a történet, ha így érne véget, de nem így ér véget, sőt, nem is így kezdődött, hiszen Tomás atya valójában Dániel, aki egy javító intézetben, miután letöltötte büntetésének nagy részét, kiutalásra kerül ebbe a kis faluba, hogy ott az asztalos üzemben dolgozzon. Ő viszont ahelyett, hogy ott elkezdene dolgozni, kiadja magát papnak, és egészen rendkívül váratlan dolog történik, fantasztikus papja lesz a közösségnek. Egy pap, aki valójában nem rendelkezik képzettséggel, viszont szívből beszél. És ezáltal el tud jutni a lelkéhez a közösségnek. És tudja őket tényleg gyógyítani, hiszen azonosulni tud a fájdalmukkal. Dániel valójában azért került a javítóintézetbe, mert megölt egy embert. És ezt szórakozásból tette, bedrogozva, alkoholos mámorban. És láthatjuk, amint kikerült a javítóintézetből, ezt az zűrös zaklatott életét tovább folytatta, ugyanúgy ivott, drogozott. De valami bent az intézetben mégis történt vele. Tomás atya, akinek ő kiadta magát a közösségnek, megváltoztatta az életét. Segített a szertartásokban neki, így tudott később a közösségben álpapként működni, tudta, hogy hogy működnek a szertartások. És egyszer Tomás atya azt mondta, hogy mi mindannyian Krisztus papjai vagyunk. Te is, és te is. És ezt ő szó szerint vette. Ő akkor ezt elhitte, hogy ő pappá válhat. De amilyen a világunk, ezt Tomás atya is megerősítette, kiderült, hogy nincs esélye, hiszen a katolikus egyház nem bocsátja meg a bűnét, amit tett, nem ad neki esélyt, nem iratkozhat be papi szemináriumra. Ezt ő nem tudta elfogadni, és ezért adta ki magát papnak, adva magának egy olyan esélyt, ami neki nem adatott. És itt jön be az, hogy a nézőnek szegeződik a kérdés a film elejétől fogva, mi meg tudunk-e bocsájtani Dánielnek? Mi tudjuk-e szeretni őt úgy, ahogy van? Nem elfelejtve, amit tett, hanem annak ellenére, a vétkével együtt. És igencsak megpróbál minket a film, hiszen a záró jelenet nem csak hogy brutális, hanem nagyon nehéz megérteni is. Talán csak úgy lehet igazán megérteni, hogyha emlékezetünkbe hívjuk Jézus sorsát. Hiszen nem véletlenül volt Dániel a filmben asztalos tanult. Nagyon erősen spirituális a film, mégsem vallási értelemben. Sokkal mélyebbre nyúl, mint egy egyház leegyszerűsített és tele értelmetlen dogmával telített világa. Rámutat a film a cölibátus, a papi nőtlenség értelmetlenségére is, és számos egyéb dologra, mind a mellett, hogy a papok, akiket bemutat a film, mind a javítóintézetben, mind a közösség idős papja, szívvel, lélekkel végzik a munkájukat, szívvel, lélekkel papok. És tele van emiatt a film ellentmondással. Dániel személye is egy ellentmondásos és teljességgel kiszámíthatatlan karakter. Nem tudjuk, hogy a következő pillanatban mit fog tenni.
Egyetlen egy dolgot látunk, szuggesztív szemeit, melyek magukkal ragadnak, és teljes hosszában a filmben nem engednek el. A végén, a film utolsó jelenete után pedig földhöz vágnak minket, és ma magunk dolga az, hogy felálljunk ebből a pofonból, amit kapunk. A magunk dolga az, hogy szembenézzünk azzal, hogy mi hogyan viszonyulunk a megbocsátáshoz, amiről ez a film szól, amiről valójában nekünk is szembe kell néznünk. Muszáj, a film rákényszerít, brutális módon, de mégis inspirálóan és felemelően. Mélyen spirituálisan, mélyen valahol lelkünkben békét találva, és talán, ha szerencsénk van, az utolsó pillanatban megbocsátásra is lelünk. Hogyha tetszett a filmelemzés, akkor kérlek, iratkozz fel, ha még nem tetted, lájkold a videót, hamarosan következik az új adás. Sziasztok!